A mindennapi életben vannak olyan problémák, amit egyedül nem tudunk megoldani, gondolok itt például a jogi jellegű dolgokra, ahova feltétlenül szakemberhez kell fordulni. Ezzel a következő műsorunkkal szeretnénk segíteni azoknak a kedves tévénézőknek, akik éppen az aktuális kérdésekkel, gondokkal küzdenek, küzdködnek. Mivel jogi esetek már volt, például nem szeretnék leutánozni, ezért a műsorunk címe jogi esetlenségek. Gondolok itt az olyan hozzá nem értőkre is, mint én is. Például, hogyha ilyen dolgokról van szó, akkor tényleg csak esetlenkedni tudnék. Nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk vendégét, állandó szakértőnket, dr. Riktácsik Márté jogi szakértőt, és mindjárt az első téma azt hiszem nagyon sok mindenkit érint, különféle ingatlanok adásvétele. Márté, megkérnélek szépen, hogy a kedves nézőket felvilágosítani, hogy mi szükséges ehhez, hogyan járjanak el, kit keressenek, és minden, ami fontos. Elsőzben is köszöntöm a Vasvári Televízió nézőit. Gyakorlatilag egy hagyományos adásvételnél, amikor egy lakóházról, egy lakásról beszélünk, vagy egy sima ingatlanról, itt akár mondjuk garást is érthetünk rajta, vagy egy sima telket, amin mondjuk esetleg egy sima lakóház van felhúzva, effektíve mindenféle szempontból írásbeli adásvételi szerződésre van szükség, tehát az írásbeliséget azt a polgári törvénykönyv alaki követelményként írja elő. A második és legfontosabb szintén alaki követelmény, hogy ügyvédi ellenjegyzéssel legyen ellátva a szerződés. Tehát az okiratnak mindenféleképpen ugye ügyvéd által kell szerkesztve lenni, és ennek megfelelően ellenjegyzésével látja el, ez hagyományos módon annyit jelent, hogy aláírás és száraz pecséttel látja el az ügyvéd, és ezt követően, hogyha az ingatlan adásvétel körülményeiben a felek, tehát az eladó is és a vevő is megfelelő módon megállapodtak, gondolok itt vételárra, haszonélvezeti jognak a bejegyzésére, vagy az arról való lemondásra, egyéb feltételekre, mondjuk tulajdoni hányadra, mert nem biztos, hogy egy egész ingatlan esetében a teljes tulajdoni hányadot adja el egy eladó, hanem mondjuk csak a fele-fele, vagy tulajdonképpen az adásvétel formájára, tehát hogy ingyenes ellenszolgáltatással együtt, tehát hogy külön készpénzes vételről van szó. Tehát, hogyha minden körülményben és feltételekben megállapodtak, akkor ezt követően ugye a kiválasztott ügyvéd vagy ügyvédi iroda megszerkeszti az okiratot, az ellenjegyző ügyvéd jelenlétében a felek aláírják, minden lapon kézjegyükkel ellátják, és ugye a második szakasza gyakorlatilag az adásvételnek az a földhivatali bejegyzés. Ugyanis nagyon fontos tény, hogy ingóságoktól eltekintve, függetlenül az ingóságoktól, az ingatlanok esetében minden esetben ahhoz, hogy tulajdonjog, tehát jogosultság és kötelezettség keletkezzen rajta, földhivatali bejegyzés szükséges. Tehát ez azt jelenti, hogy hiába ülök le egy ügyvédirodába és írom alá eladóként és vevőként a szerződést külön-külön, attól még tulajdonjoga a vevőnek nem fog automatikusan keletkezni rajta. Ez akkor fog csak keletkezni, hogyha az általában az, tehát ügyvitel szerint a szerkesztő ügyvéd benyújtja a földhivatalnak, és a földhivatal ezt konstatálja, ezt követően pedig bejegyzik az ingatlant a úgynevezett ingatlan nyilvántartásba, ami egyébként teljes mértékben nyilvános, tehát bárki a tulajdoni lapot, gondolom erről a nézők is hallottak már, le lehet kérni, és ott fel van tüntetve egyrészt ugye az ingatlannak a terhei. Ki kérje az ügyvéd, vagy pedig a tulajdonos? Elsősorban ugye az ügyvéd, mivel ő az adásvételi szerződésnek a szerkesztője, ezért általában ő neki kell az adásvétel napjával megegyező dátumon megbizonyosodni arról, hogy ahogy az eladók előadása is hiteles, tehát hogy az ingatlanon például egy ideális esetet figyelembe véve semmilyen teher, semmilyen egyéb vagy más tulajdonosnak a neve nem szerepel, erről meggyőződik a tulajdoni lap alapján, és ezt követően tudja hitelesen a szerkesztett adásvételi szerződést ellenjegyezni, illetve hát ugye nyilván abban minden előzményt rögzíteni kell. Tehát gyakorlatilag a földhivatali bejegyzés után keletkezik ingatlan tulajdonjog, a vevőjavára, és akkor a harmadik, tehát a végső szakasz, ez egy nagyon ideális folyamat, amit most leírtam, mert nyilván számtalan esetben felmerül, hogy hitelt vesz igénybe a vevő a megvásárláshoz, vagy van rajta teher, amit először törölni kell, teher alatt értünk kölcsönt, korábbi kölcsönt, vagy bármilyen végrehajtási jogot, amire az ingatlan biztosítékul adták. Tehát ugye ez biztosítja az adósnak a fedezetét gyakorlatilag. Tehát, hogyha egy ideális esetet veszünk figyelembe, akkor a földhivatali bejegyzést követően, vagy az alatt, hogyha a teljes vételár megfizetésre került, akkor gyakorlatilag a birtokba adás következhet. Ez praktikusan normál fogalmazásban annyit jelent, hogy a vevő, aki kifizette a vételárat,
kulcsos bejutást vagy beengedést kap az eladó részéről, hogy így fogalmazzak. Ilyenkor egy úgynevezett birtokbaadási jegyzőkönyvet kell felvenni, ahol értelemszerűen az összes rezsiköltséghez tartozó mérőórát, például gázóra, villanyóra állást rögzítik, és ugye így is fogalmaz az adásviteli szerződés főszabály szerint, hogy onnantól kezdve a vevő húzza a hasznait az ingatlannak, és viseli annak kötelezettségeit. Itt például ugye elsősorban a rezsire, vagy bármilyen helyi iparüzési, vagy adóra gondolván. Most ez egy jegyzőkönyv, ez van nyomtatott például, hogy csak ki kell töltenem, vagy ezt egymás között megírhatják, vagy pedig nem baj, hogyha ott van az ügyvéd? Hát én azt gondolom, hogyha valaki, mert hogy ügyvédhez kell fordulni, tehát hogyha egy ügyvédhez fordulunk, egy ügyvédnek a tájékoztatási kötelezettségében ez benne kell, hogy legyen, hogy legalább arról, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvet el kell készíteni, felhívja a figyelmet. Ez egyébként mindkét fél biztonságát szolgálja, és egyébként úgy tudom, hogy rengeteg közmű szolgáltatónál nem is az adásvételi szerződést kérik, hanem ezt a birtokbaadási jegyzőkönyvet, annak igazolásául, hogy A fél, B félre átírassa mondjuk a közmű órákat. Tehát gyakorlatilag megfelelő a felek által kézzel írott forma is, tehát semmilyen kivetnivaló nincs abban sem, viszont ügyvédként azt gondolom, hogy egy ilyennek a előre formanyomtatványba bocsájtása az azért praktikus és hasznos a felek részére. Én egy idősödő, jogilag tudatlan ember vagyok, valójában is lassan. Megpróbáljuk elképzelni. És szeretnék eladni bármiféle ingatlant. Na most felkeresem nyilván azt az ügyvédirodát, akit kiválasztok. Milyenféle okmányokat, papírokat, igazolványokat kell magammal vinnem? Hát ugye gyakorlatilag ahhoz, hogyha magánszemélyként szeretnék bármit megvásárolni, minden esetben kötelező az összes személyi okmány, tehát személyigazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel, ugye ez azért is fontos, mert minden ingatlan adásvételi szerződésnek egy melléklet, egy úgynevezett B400-as, ilyen fura elnevezésű NAV adóhivatali formanyomtatvány, mert hogy a vételárnak az összegét ebbe be kell jegyezni, és ezt a földhivatal, az összes okirat ugye a földhivatalba kerül be az aláírás követően, a földhivatal tovább küldi az adóhivatalnak, aki pedig a leges-legvégső lezárásaként az adásviteli ügyletnek, majd az illetékről, tehát a szükséges adóteherről tájékoztatja mind ugye a vevőt, illetve hát az eladót, a személyjövedelemadó vonzatáról annak, hogy ő neki a készpénz jóváíródott a számláján. Tehát gyakorlatilag személyigazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel, illetve hogyha valaki idejénél fogva vagy távolságnál fogva nem alkalmas arra, hogy ott helyszínen személyesen megjelenjen, akkor meghatalmazással helyette is eljárhat bárki, akinek ügyvédi ellenjegyzésbe foglalt meghatalmazása van arra, hogy aláírja az adásvételi szerződést. Tehát praktikusan, hogyha mondjuk egy sima okirati vagy okmányirodai ügyintézéshez megyek, akkor ezek az igazolványok, amit ott használok, ez is szükséges az adásvételi szerződéshez. Amit mondtál, hogy mindenféle okmány kell, és természetesen ezek majd tovább kerülnek a földhivatalhoz, hogy meg ne jegyen bárki is. Tehát nem az eredeti, hanem a fénymásolt, az eredeti kiszakadt. Nem, tehát ugye az okmányok nem is kerülnek a földhivatalba, az okmányok az arra szolgál, hogy az ügyvéd hitelesen tudja az ellenjegyzés körében, mert ugye ez egy szó, hogy ellenjegyzem mi ügyvédként, de ez nagyon sok mindent takar. Többek között azt is takarja, hogy meggyőződtem arról ügyvédként, hogy az a személy, aki leült, ő valójában a személyigazolványa által igazolta a személyazonosságát, ennek megfelelően valóban például a tulajdoni lapon, hogyha vevő eladóról van szó, akkor igazolta azt, hogy ő a tulajdonosa ennek az ingatlannak. Egyébként egy ilyen kulisszatitokként elmondható, hogy ezt ügyvédeknek nekünk gyakorlatilag a jogügyletek biztonságáról szóló eljárási rendnek megfelelően a belügyminisztériumtól lekérve duplán meg kell nézni, hogy ez valóban, tehát nem egy hamis igazolványról van szó, tehát egy minisztériumi igazolást mi lekérünk ilyenkor minden esetben, tehát ez egy kötelező eleme a személyazonosításnak. Hogy általában jellemző ránk városi tévére, hogy nem kerülgetjük a forró kását, és nyilván olyan kérdések is vannak, ami érdekli a kedves tévénézőket. Meg lehet-e határozni, hogy mennyi egy ilyen lebonyolításnak az ügyvédi költsége, akár nem konkrét számszerűleg gondolok, hanem százszerzelékosan tolig. Gyakorlatilag ugye ezt is mondhatjuk, ezt az ügyvédi tevékenységet is egy manapság már egy piacnak, és mint ilyen piac, ennek is vannak földrajzi jellemzői, tehát teljesen más egy fővárosi munkadíj, mint egy mondjuk kelet-magyarországi, vagy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, vagy egy nyugat-dunántúli munkadíj. Általában, hogyha egy fixárat, tehát hogyha fixáros kategóriában gondolkozunk, akkor azt szokták mondani az ügyvéd kollégák, hogy 1%, tehát az ingatlan vételárán
ingatlannak az 1%-a. Tehát magyarul egy 10 milliós ingatlannál ez nagyjából 100 ezer forintot takar. Nyilván a fővárosban ez a standard, ez a jellemzőbb. Én úgy tudom vidéki tájékozódás alapján, mármint amit kollégáktól hallok, hogy itt 0,5% az, ami, tehát az ingatlan vételárának a 0,5%-a, amiért az okirat szerkesztés megvalósul, de azt nagyon fontos tudni, hogy az ügyvédtörvény is ezt írja elő, vagyis ez rögzítve van, hogy az ügyvédi megbízás díja a szabad megállapodás tárgya. Tehát tulajdonképpen, hogyha azt mondjuk, akkor ez nullától nem megijesztésképpen mondom, de a csillagoségig elmehet, de mondom, tehát a bevett gyakorlat az az 1%, az ingatlan vitelnek az 1%-a vidéken, tehát mondjuk például itt a megyében 0,5%. Most olyan település, ahol esetleg van 2-3-4 ügyvédiroda, akkor azt mondod, hogy érdemes körbejárni és megkérdezni, hogy mennyi ez a százalék? Én azt gondolom, fognak hogy árat mondani? Minden egyes ügyvédhez, olyan ügyekre, vagy adásvétel is, amilyen szükséges ügyvéd, elsősorban bizalom alapján döntsünk. Tehát, hogyha van olyan szájhagyomány, pláne Vasváriban, egy kisvárosban szájhagyomány útján terjedő információ, ami alapján bízhatok, vagy megfelelő bizalommal lehetek az adott eljáró ügyvéd felé, akkor őt kell választani, de én szerintem annyira nem térnek el, tehát nincs akkora marzs a munkadíjak között. Nagyjából szerintem megegyezőek ezek itt. Ugyanúgy, ahogy Budapesten is, tehát ott azért ott az a főszabály, hogy 1%, és ennek megfelelően pedig nyilván az dönt, hogy kit választ, kiben bízik, meg kitől hallotta, hogy ez az ügyvéd teljesen jól járt el. Nem mindegy, ugye ez sem. Mi van olyankor, ha például van egy ingatlan, és annak több tulajdonosa van, akkor egy ilyen adásvételnél mindegyik tulajdonosnak meg kell jelenni személyesen, vagy pedig meghatalmazás útján kell, hogy kifejezzük. Úgy látszik, Attila, hogy nem is kellek ez a műsorhoz, mert így van, tehát minden tulajdonosnak, minden eladónak személyesen, vagy ahogy mondtam, meghatalmazás útján, de képviseltetve kell, hogy legyen az adásvételi szerződés aláírásának pillanatában mindenféleképpen, sőt, tovább megyek, nem csak a tulajdonosoknak, hogyha ne adj Isten, van egy fiatal házaspár, akik eladják az ingatlanokat, és korábban mondjuk a nagymamának, vagy az anyukának haszonélvezeti joga volt az ingatlanon, ugye ez egy úgynevezett csúnya szóval mondva vagyonértékű jog, ami nem tulajdonjog, picit tovább terjeszkedik annál, használati haszonélvezeti jogot biztosít, ez a terhek résznél jelentkezik egyébként a tulajdonoknak, akkor a haszonélvezeti jogról lemondónak, mert ugye ilyen esetben terhek nélkül adjuk át az ingatlant, a haszonélvezeti jogról lemondónak is meg kell jelennie. Tehát ha össze akarom foglalni és laikusként fogalmazom, akkor azok, akik aláírják az adásvételi szerződést, nekik személyesen meg kell jelenni az ügyvéd előtt mindenképpen. És egy utolsó kérdésem, mert azt hiszem, ezt rendesen, tehát ami szükségesebb a műsorban, ezt kitárgyaltuk, hogy onnantól kezdve, hogy én bemegyek az ügyvédi irodába, az eltelt idő mindaddig még az enyém vagy a más birtokába kerül az ingatlan. Körülbelül mennyi ez az idő? Ez általában én úgy onnan tudnám billogozni ezt a kérdésre a választ, hogy ez attól függ, hogy a vételár mikor teljesül. Tehát ha egy tiszta szituációról van szó, adásvételit aláírom, aznap át is utalom, vagy készpénzben odaadom a vételárat, akkor gyakorlatilag a földhivatali ügyintézési határidő az 30 nap. Ez azt jelenti, hogy aláírtuk a szerződést vételár átadva, a földhivatalhoz benyújtja a ügyvéd ugye a megfelelő adásvételi szerződést, ez ügyintéződik, de ettől függetlenül a birtokbaadás akár már aznap meg is történhet. Na most ehhez képest vannak a kivételek, amikor hitelfelvétel szükséges a vételár teljesítéséhez, ugye akkor csak egy függőben tartás történik a földhivatal felé, ez azt jelenti, hogy benyújtja az ügyvéd az összes okiratot a földhivatal irányába, és függőben tartja mindaddig a földhivatal, amíg a vételár ki nem, vagyis nem teljesül ugye az eladók felé. Ennek megfelelően így a tulajdoni lapon egy széljegy keletkezik, ez annak a jelzése, hogy bárki, aki az ingatlannal kapcsolatba kerül, lássa, hogy itt már van egy adásvételi szándék erre az ingatlanra, de függőben tartással legyenről nincs bejegyezve, hiszen nagy valószínűséggel ilyenkor a vételár nincs teljesítve. Na hát nagyon szépen köszönöm, kedves nézőink, a Jogi Esetlenségek című műsorunkban ingatlanok adásvételével kapcsolatos témát hallhattak. Dr. Iktácsik Máté jogi szakértőnk segítségével kutakodhatnak ezekben a dolgokban. Köszönöm, hogy velünk tartottak. A következő adásban pedig a végrendeletről fogunk beszélni, de ettől függetlenül bárkinek bármilyen kérdése, jogi jellegű segítségre van szüksége, úgy a honlapunkon, illetve a telefonszámon, e-mailben bárhogy feltehetik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én köszönöm.